Na, sziasztok, ki túlja lesz után, folytatjuk a Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All-t. Tehát ne felejtjétek, hogy az Ace Attorney még már Justice for All-t is fogok mondani, mert ezúttal már végeztem az Ace Attorney-vel, azt már lezárt, úgyhogy jöhet a második epizód. Tehát az előző részben már a korábbi permet csináltam az első epizódból, most jött az utóbbi. Tehát jöhet a második rész, amikor le kell buktatni a valódi tettest. Amnézia! El sem hiszem, hogy egy ügyvéd ilyen szinten véd meg. Miért nem mondtad meg? Sajnálom, hogy nem említettem. Tudom, mit kell tenni. Hát szerintem egy erős sok megoldhatja a rendszerét. Fejébe akar rúgni, hogy visszajön az emlékezete. Ehhez nem jól azt mondom. Hát bizonyára nehéz ideje van. Hát ő bizonyára támadásra oldja meg a problémáját valakinek. De hát ilyen problémádat kell ezt megoldani. Az nyilván majd később foglalkozni. El kell említeni egy pár dolgot? Kezdjük a nevével. Azt már tudjuk. De most magáról említs meg valamit. Szóval a neve Phoenix Wright. Bocsad én! Ez komoly. Tényleg nem emlékszem. Na, a név egy kártya. Ez Phoenix Wright név egy kártyája. Szóval ő, hogy ő adta azt neki. Szóval kölcsön veszünk. Köszönjük, hogy vegyem. Bizonyíték. Ott van a telefonszám. Phoenix Wright telefonszám. Ami a később majd hasznos lesz. Most erre az ügycsőről beszéljünk. Tudnám mondani, hogy valamit, ami segíthetnek? Egy telefonos incidensről tudok csak beszámolni. Amikor a büntetőszerben beszéltek, arról a telefonról arról akar beszélni. Még fontos volna. A büntetőszerben egy színű történetet. Valaki elvesztett egy telefont. Amikor Dustinnal sétáltak. Csörgött a telefon. És valaki megszólalt. A telefonját kereste. A tiéd? Örülök, hogy hívtál. Találkozhatsz önk is, visszaadhatjuk. Ott leszek? Én nem mondtad meg a neved. Hívhatsz Maggie-nek. Akkor... találkoztam. Megemlő...
megjegyeztek, hogy csak akkor találkoztunk. Dustin is várták azt a személyt. De ők nem tértek? Nem jöttek, hogy ráigyek. De hol a telefon? Tegnap odaadta nekem. Igen, zsebében volt. De igen, már megvolt az a telefon a zsebében. Hogy mi közel ennek a gyilkossághoz? Ezt nem tudja. Ha! Végig itt voltál? Maya Faye. Milliószor hívta, de nem vette fel. Na, de gaj, hallogatok, biztos. Kereste a bírósági egyszerűkét, de mindenki elment. Hát is venél ki ezt a csal. Jó reggelt, Megi. Jó reggelt, neked is. Hogy bent? Minden rendben lesz. Hozott magával egy bizonyítékot. Méghozzá ezt. Ezt a listát. 20 ember neve van ott, és a telefonszámuk is ott van. Nehéz volt megtalálni azt a bizonyítékot. Ezek egy művészek, egy olyan kon művészek. Hát én próbáltam lefordítani, hogy mit jelent az, hogy kon, de azt írt, hogy kon művész csapat. Akiknél a rendőrség nyomoz. Ezek bizony a tagok annak a művészeknek. És állítólag csalók. Ugye, mit köze ez? Nézd rám! És hol találtad? Mi? Miért kérdezed? Megkérted, hogy nézzem át tegnap. Amit a telefonban talált Maggie, azoknak a neveknek a telefonszámai. Igen, feledékeny, az biztos. El akarnám mondani, majd a végrehajtó közben, hogy vége a szünetnek. Úgyhogy vissza kell tenni a bíróságra. Asszisztens először megívott, most Maya Faye lesz. De ez már elég bizonyíték lesz a győzelemhez. Szeptember 8, 11 óra 54 perc. Édi bíróság. Most én pár szót akarsz szólni. Ez szemtanúról szól. Hát ez illető sokat beszélő. Egy idegesítő tud majd lenni. A sok szavaj. Az a sok szóval. Tehát ő is a parkban volt a gyilkosság napján. Tehát őt kell lebuktatni. Négy sorakozás.
de meg van örülve, az biztos. Ezt inkább meg is említem. Egyetemről beszélget. Elnézést ki, de hülye ez a ügyész. Nincs egy terő doboz. Pont olyan, mint Wendy Old Bag volt. Ő is sokat beszélt, mint ő. Most üveggelt is megemlíti. De nem is volt szemüveget. Így akar játszani. Nem szok megtörténni. Megbocsát. Richard Wellington, tehát a célpont. Egy virtuózó PhD-t végezett állítólag. Egyetemi hallgató. Ezt meg sem említem inkább. Mit látott az a napon? Tehát a bankban volt délután. Valami élet szituáció beszélt. Nem emlékszik az időre, de ez 6 óra után történhetett. Így rendőről leesett a földről. Felnézett és látott egy csajt. Hogy ez a vádlott volt. Még, amit még láthatott, az a banán. Ami leesett az őrmester mellett. Ez bedöntő való más. Hát, amit mondod? Ez mindenki mond. Ez minden, amit tudsz mondani? Hogy látsz ilyen nyugodt? Hát az elméje nagyon nyugodt. Talán mert hisz a kliensében. Hogyha ártatlan, az egy dolgot jelent. Ez a fiszkó hazudik. Ez a kérdés. Igen, nagy fog lebukni, mert megemlítette a banánszót. Látjátok ezt? Pontosan ezt néztem banánnak. Egy ilyen adagot, ilyen rossz a szeme. Bizony, azt hiszi, hogy ez egy banán. Úgyhogy... OBJECTION! Mr. Wellington. Nálam van az a banán, amit láttál. Szóval tudsz valamit a banánról. Miért nem mondtad az elején? Egy joggat! Ne gondold azt, hogy több információt kihúzhatsz belőlem. És most téved. Mit jelentsen ez? Nem ez a baseball kesztyű? Ez egy baseball kesztyű. Most tudja meg, hogy baseball kesztyűt látott.
vagyis azt nézte banánnak. Nem tűnik pilotnak? Akarsz bele haradni? Egy dolgot bizonyítél. Itt három válasz van, hogy szereti a banánt, vagy egy rossz a szeme. Valami tud a baseballról. Hát, hogy szereti a banánt, az egy hülyesség. Honnan tudná a baseball... Még honnan tudná a baseballról, hogyha nem említett senkit a baseballról. Hiszen egyetem is jó volt. Úgyhogy... rossz a szeme. Vagy a rövid látó. Még kérdezem? Összekeverni? Ez hülyeség! Ez nem hiszi. Ez figyelmen kívül hagy. A titokozásra figyelmen kívül hagyta. Mekkora egy barom még így is pofázni mert? Ezért kérdeztem, hogy milyen a látásod. Hát nem igazán értékeled a szemészetet, hogy mi az a 20 per 25. És miért nem vetett rá a szemüvegét? Elvesztette. Új párt akart találni. Volt rajta a szemek, amikor a büntényei színén voltál? Te vagy a gonosz! Hát úgy tűnik, hogy valamár soha nem egy elfogadható. Viszont Bainer azt tudja válaszolni, hogy csak 9 lábnyira volt a távolság közt és a vállok között. Tehát az lecsés volt, hogy láthatta a tettest. Most pontosabb olmást kér. Mi történt azután? Azt hazudja, hogy elfutott. Azonnal hívta a rendőrséget. 6:45-kor történt a dolog. Lehet, hogy 10 perc telhetett el, amikor megérkezhették. Szóval elfutott. Hát, hogyha elfutott, az is bizonyíték volna, hogy ő a gyilkos. Nos, jött a kezdkérdés. Hogy azonnal hívtad? El is van bizonyítékom. A boncolás jelentése. Ami 6:28-kor történetett. Úgy, OBJECTION! Megnézed ezt a boncolás jelentést? A gyilkosság 6:28-kor történt. És? És azon hívattad a rendőrséget.
Viszont... Viszont 645 lehetett, amikor hívhattad a cégét. 15 perce. 4 óra tett ez, mikor hívhatta. Most arra kíván lenni kiátszik, akkor mit csinált az elmúlt 15 percben? Hogy sokkolva volt! OBJECTION! Hát ebben, vászlóan kételkedik. Tehát mit csináltad az elmúlt 15 perc? Válaszol! Telefon. Most kiköpte a telefonszót. Telefon fülkék kiesett. Tehát nem volt telefonja. Elvesztette a telóját. Tehát elvesztette a szemügét is, a telefonját is. Elég. Várjunk csak. Elvesztette a telóját? Az a telefon lehetséges, hogy ez lenne az. Ezt ő veszíthette el. Több kérdés. Hol van a telód? Hogy meg vagyok zavarodva? Megtalálta. Úgy tűnik, hogy megvan a telója. Tehát ugyanaz a modelljük van. Nem volt nála a telefon, elvesztette. Tehát a késés a bizony a telefon fülke miatt lehetett. Még több kérdés? Még van más is. Nem érti, hogy... Nem érti a problémát. Hogy hogy mérsz-e? Mi van bizonyítéka? Ezt kell megmutatom. A hazugság pontosa itt van, mert a telefon fülke pontosan az orra előtt volt. Tenge! Hogy van egy probléma, amikor az ügyész sem veszi észre. A tanúval van a gond. A telefon fülke az orra előtt volt. Tehát három lépést kellett volna csak tenni. Miért nem használta azt a telefon fülkét? Még azt sem tudja hazudni, hogy mások es. Egy kései bizonyíték. Nem tudja elmagyarázni, mit csinál 15 perc alatt. És ez bizony gyanús. Na
Hát gondolja, hogy az ő telefonja lett. Bizonyán megölhette Dustin. Hát nem lett volna okkor rá, hogy megölje. Csak hogy... volt rá okkor. De ha nem a telefonja később, akkor majd más később. Hogy mit osszak meg? Mit csinál? 6-10 percben? Van egy ötletem, hogy miért. Hogy mit csinálhatott. Ha nem egy meggyőző, meg az egy büntetve. Egy lejtsés van a szörny mosató erről. Miért nem itt azonnal? Hát biztosan ezért, mert ezt kereshette. Take that! Szívom, azt meg is érdemled! Ez a teszem még egy, nem? Majdnem elszólja magát. Nem tudom, tetszem véget, nem? És hol volt? Az áldozat testében. A teste alatt volt. Tényleg? Nem ismerte semmi. A tested, a tetesnek a szemegét elvitte, repelt, amikor zuhant egyet, Dusty. A tetesnek tudnia kellett, hogy meg kell találnia a szemegét, és keresette. De amit nem tudott, az, hogy az áldozat oldeste alatt. És ezt telhetett bizony a 15 percben. Tehát ő az igazi gyilkos. Igen, rájött. Most itt az idő, hogy lebukassuk. A regénye visszatért. Állítólag. Sírni vagy úszni ők. Ez az a pillanat, amire vár. Egy gúnyolódom! De ki és milyen viszonykékot akar még? Csáló! Te vagy a csáló! Egy különböző perspektívát... perspektív alapján kéne... nézni az egészet. Magyarul, de miért nem lennék gyilkos? Tényleg az a mi? Egy idióta is elolvashatta volna. De nem az áldozat írhatta.
Nézzen, de rosszul betűzte a Baldi tettes. Tehát akkor csak ennyit kell csinálnia, hogy így írja fel. Mert nem tudta, hogy valkeres. Ugye a vádot ismerte, hogy az igazi tettes olyan valaki lehetett, akit a vádot ismer. Tehát nem ismerhette bizonyára Miss Bird-öt. Ezt elfelejtette. Így ez még nem elég. Ugyanis mehet-e a nevét? Várjunk csak! Jaj, igen, a telefon! Te ide! Szóval nem volt meg a telefonja. Mikor megtudta, hogy elvesztette, mit tettél? Nem próbáltam meg kiderítem az, ahogy felhívod? Hogy semmi köze hozzá! Így van köze... Így annak a demonnak van-e köze... Ez a gyilkosság? Szóval Maggie Bird megfogta azt a felót a parkban, amit elvettek. És felvette, és sípás is hangzott el. Viszont kell fordítani, mert már volt. Tehát ilyenkor tudhattam meg, hogy neve Maggie. Tehát egy hibát vétett. De a nevét rosszul írta. Tehát csak hallhatta a nevét úgy, hogy Maggie. Rendes lány nem tudta volna. Hogy nem volt semmi oka rá. Tudod, nélkül senkit nem ölnek meg. Hogy nincs rá oka. Egyszerű. Hogy biztos vagyok benne? Ha nem adok semmi magyarázatot, akkor vége a pernek. A kérdésre a válasz ez, amit Maya szerzett. Take that! Ez a lista. Egy... Csapathoz tartoznak ezek a tagok. Igen, megnéztük. Szóval ez a memóriában volt a telefonjának a memóriájában volt, amit aztán megszerezhettük. És ezek mint egy csaló művészekhez tartoznak.
És miért volt a telefonjában ezek a számok? Micsoda egy rossz szám a gyilkosságnál? A gyilkossággal rosszabb! Haza kapnának tészt! Mit képzelsz, hogy ilyen fasságot mondasz? Hogy zakadom vele! A tanult! Hogy mit jelentsen ez? Hogy miért volt a telefonjában a nevük? Nem egyértelmű? Ez a kettő a hülyeség, hogy kereste, vagy hogy az áldozat volt a csapatban, hanem a tagja volt. De igen. Ő a barátjainak neve abban szerepel. Ha a zsaruk megtudják, hogy kinek a nevé szerepelnek benne, akkor számára véget volna, mert az illetők csalók. Ezek művészi csalók. Ezért kellett megölnie. Még ebben is tiltakozik! Zaklatás! Hogy nézzük meg a tartalmat! Hogy hogy a vállal megígérte neki, hogyha visszaadja. De találkoznia kellett, mint földön. És még kell megölnie. És hogy mit gondolok erről? Logikusan kell így gondolkodni. Tehát a dobozon kívül kéne gondolkodni. Ez nem volt bizonyában átságos. Tehát mivel nem értett egyet a szemtanú? De itt már nem bizonyítékot kell mutatni, hanem neve. Take that! Dustin Prince-t találkozhatott bizonyára. Tehát rendőri öltözetben volt, amikor láthatta láthatta a tanú, hogy nála van a telefon. Hát ezért is kellett ölnie. Igen, pontosan ez az. Mivel rendőri ruhában volt, ezért kellett megölnie, mert tudta előre, hogy bajban lesz, hogyha csak úgy oda megy, és vissza kiejtőre. És emiatt kezdett el aggódni. Mert hogyha nála van, akkor bizonyára ki akarja hallgatni. Hogyha gyorsat vett volna észre, akkor bizonyára letartóztatta volna.
Szóval bepánikolt, szóval fák, félelemből ölte meg. Most gondolkodik. Hát ez hülye! Ez nem miféle kacagás? Ilyen baldasan egy kacag! Hát ez teljesen megkibbad! Bizonyíték miatt röhög. De ki mondta, hogy az övé a telefon? Hol a bizonyíték? Ezen is nevet. Hogy megtalálta. Szóval egyforma a telefonjuk. Már csak azt kell bizonyítani, hogy tényleg az övé az a telefon. Hogy ki az ott telefon? De tudomás nélkül az biztos, hogy az nem jelent semmit bizonyítéknak. Hogyha ne, az övé, akkor nem lehet bizonyítani. Van, hogy te nem vett figyelme rendesen. Egyszer próbálkoztam, hogy store numbers, de most próbálkozunk új lenyomatokkal. Csak hogy már figyelmeztet, hogy már lemosta róla a homokot, ami benne volt. Abban a telefonban, de tehát így az új lenyomat nem számít. Úgyhogy ez nem jó bizonytéknak. És a nevek, a telefonszám neveit nem veheti figyelembe. Ugyanis törölte a neveket, amik benne voltak állítólag. És azt mondja, hogy be volt glitch-e, amikor nagyobb potja. Hol találtad? Most már emlékszik. Ő ütötte le. Szóval emléket volt. Emlékezek kiesése. Ha nem csinál gyorsan, de hogy akkor meg elmenekül. De most azt kell kiderítni, hogy a bizonyítsak be, hogy ami nálam van, az övé.
Hogyha... Halm. Nem mindegy. Egy hibát vétettem, hogy ki vagyok. Mi vagyok? Ez magadtól bizonyára nem jött. Bizonyára, hogy nem jöttem el magamtól. Akkor most... HOLD IT! Talán mégis tudnám bizonyítani. Minden. Hogy vége? Még egy eset még kell könnyedülni. Ez az utolsó eset. Csak egy bizonyítékot mutathatok ki, és egyre is lesz szükség. De ha nem tudom bizonyítani, akkor a kliensnek is nekem vége. Majd már kusva, te idióta! Ennyi kell tenni. Take that! Ez kedves! Ez az ője! Fontos valami ebben a kártyában. A másik fele. Ami átúróban az a telefonszáma. Arra kéri Máját, hogy hívja fel ezt a telefonszámot. És amikor majd felhívja... Az előtte! A telefonszám arra csörög, ami Wellington kezében van. És ez mit jelent? Szóval a Phoenix telefonját lopta el, amikor leütötte. Tehát rossz telefonhoz nyúlt. Amikor vissza akartott szerezni a telefonját, bizonyára az övét vette, tehát a rossz telefont vitte. Tehát egy hibát vétett, amikor egyforma volt a modelljük, ebből nem tudta észrevenni. Ezt jól beszoktuk. Megfojtja magát! A sajában! És úgy, hogy elállunk, mint Frank számolt. Szóval Mr. Wellington leütött. Van eltöltően paranoiás. Nem volt elég meggondolt.
Wellingtonné, ami a kezében van. Most be van tartóztatva. Tehát most az ítéletet, tehát a vádlott Maggie Bird nem bűnös. Tárgyalás belekezdve. Szerintem 8-2-16 perc délután, négy bíróság. Az igazi nem visszatér. Szélesen. Hát, de azt én nem ezt érdemeltem. De bizonyára miatta van. A rendőrcsaj bal szerencsés. Az egész élete bal szerencsés. Ami ott 6 hónapos volt, amikor leesett a 9. emeletről a szobá... az apartman épületéből. Minden kocsit itt megüthetett. Minden tesztem megbukott. Vagyis majdnem mindenem. Katasztrófákat okozott. És sosem vesztett vagy döntetlen hozott tic-tac-tó játékban. Szóval a katasztrófa az élete. Egy szerencsétlen hölgynek hívták. Amikor valaki bajban volt, próbálsz segíteni. Magát hibáztatja Dustin haláláit, pedig megjegyeztük egy vacsorában, de nem volt rá lehetőség. Hát a kesztyű nem jelentett neki semmit. Az csak rosszat jelentett számára. Azért is magát hibáztatja, hogy leütötték. Új életet akar kezdeni. Remélj, hogy van, az is szentsége. Vigyázzat maga. Milyen borzalmas nap. Visszakapta a memóriáját. Hogy ki vagy te? Mi? Azt hittem visszakapta a memóriát. Bíró.
Hát jó is veri Phoenix Wright-ot. Hát ez mekkora hülyeség. Pedig egy pere már volt vele. Az asszisztense. Nem feltétlen emléke van róla. Biztosan az a baj, hiányzott neki. Évek óta nem látta. De most visszatért. Új emléket kéne, hogy szerzek neki egymásnak. Szóval Bennington önt kitörte az összes számat, ami Mr. Wright telefonjában volt. Úgyhogy elő kell kezdeni minden. Mikor visszatért az életére, bizonyan két hónap telt el. Mert mit történt két hónapban, ezért az lesz a következő részben. Vége. Mentés. Ó, ha egyszer ne felejtsetek el feliratkozni. Legközelebb lesz majd a Reunion and Turnabout. És itt két nyomozás lesz, és kétszer két per. És itt már egy született ügyésznővel fog meggyűlni a bajom. Úgyhogy legközelebb innen folytatjuk, úgyhogy szevasztok.